Poštovana gospođa ministrice, poštovani gospodine zamjeniče pokrajinskog sekretara, poštovani gospodine državni sekretaru, poštovani načelniče okruga, poštovani generalni konzuli Republike Mađarske i Republike Hrvatske, poštovani predstavnici privrednih komora Republike Mađarske, Hrvatske, Republike Crne Gore, uvaženi gosti. Stigli smo kao Subotica do 8. međunarodnog sajma. Ove godine sajam nosi naziv Mali biznis i stari zanati, veliki izazov na pragu Evropske unije. U proteklim godinama mnogo štošta se menjalo što se tiče privrednog sajma u Subotici. Menjala se lokacija, menjali su se i organizatori, ali je ono što je bitno, sajam je svih 8 godina opstao i sajam iz godine i godine privlači sve veće interesovanje. Ona je postala do danas jedna trajna manifestacija iza koje stoje ozbiljne institucije, iza koje stoji lokalna samouprava grada Subotice, iza koje stoji autonomna pokrajina i nadležni sekretarijat za privredu i naravno neizostavno, ali organizaciju sajma iz godine u godine sve uspešnije organizuje naše javno komunalno preduzeće Subotičke pijace. Moram i to da pohvalim da prva godina ili na neki način kada i ove godine mnogo ozbiljnije i mnogo delotvornije se organizaciju sajma uključila i naša regionalna privredna komora i ja se na tome njima posebno zahvaljujem. Mislim da je to od posebnog interesa i značaja za organizaciju sajma i faktički prisustvo velikog broja privrednih komora je na neki način njihova zasluga. Imamo tu trenutno prisutno 7 regionalnih privrednih komora, imamo prisutno i privredne komore iz Mađarske i iz Hrvatske i ono što je bitno da se iz godine u godinu povećava broj onih zemalja koji su prisutni ovdje na ovim štandovima. Ove godine imamo prvi put prisustvo i naših gosti, izlagača iz Rumunije i Švedske. Naši bratski gradovi su isto tako tu, 14 gradova ima svoje štandove i mislim da je tu i njihova prisutnost od izuzetnog značaja. Ono što je možda od strateškog značaja za ovaj grad i ne samo za ovaj grad, nego mislim za čitavu regiju i za naše komšije u susjedstvu u Hrvatskoj i Rumuniji, u Mađarskoj, jeste da imamo strateško planiranje i strateški pristup u osnaživanju malih i srednjih preduzeća. Mislim da ćemo se morati sve više tome okretati i faktički revitalizaciju i podršku tog preduzetničkog duha koji je neophodan da bismo se pokrenuli. Jeste da su posljednje dešavanje u našoj državi nanele jedan težak udarac, ali mislim da ne treba da klonimo duhom, treba da radimo, treba da i dalje stvaramo, jer će na neki način samo taj postupak biti perspektiva za našu zajednicu i trebamo da istrajavamo na putu u tom smislu da svoju ekonomsku snagu, svoje ekonomske potencijale jačamo i poboljšavamo. Prvi mi šurajim, pistajat ministar Vasonj, pistajat Alom Titkaru, pistajat Tortumanji Titkar, Hejta Šur, pistajat Krzat Vezatuju, pistajat Fikonzul Rok, i štistajat Vendigaj. Njoco di Kivibe, Lipeto, Sobotko i Vašar, Sobotko i Vašar, Šok Mindenen, Men Tulo, Zalmu Tivekvem, Valtustoko, Hejek, Hejek, Ahomegu, Cerveza, Valtustoko, Cervezu, Razgondom je za Njonci, Butan, Minden Pelegi, Pentaje, Šmirti, Benke, Skiporon je za Varuštoko, Cervezi, Išemško, Varuštoko, Jelvege, Išeneko, Varuštoko, Ponto Šago, Išo Vašar, Noko Mektor Tašano, Išo Mek Cervezu, Išeneko, Jelen Duši. Edir Talmios,
komoly és stabil lábakon állnak a vásárnak a megszervezése, megtartása, hiszen a Szabadkai Önkormányzat a Vajdaság Autonóm Tartománya és főszervezőként pedig a Szabadkai Piacok Közvállalat egy kiforrott csapatot alkot, úgy szervezésbeleg, mint anyagi háttérrel, és ez sokat jelentenek a városnak. Azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban is ezt a jellegét és ezt az erőt erősíteni és fejleszteni kell. Első évben komolyan talán a regionális gazdasági komora is nagyon hatékonyan belekapcsolódott a szervezésbe, és nekünk köszönhetően is, ha itt vannak a montenegrói gazdasági kamarának képviselői, itt vannak a magyarországiak, itt vannak a horvátországi kamarának képviselői, és szerbiai hét regionális kamarának képviselői, ami fontos, hiszen sok ember, sok olyan ember, aki ezzel foglalkozik, itt van, és azt gondolom, az üzleti kapcsolatok a fejlesztése szempontjából ez kiemelt jelentőség. 14 város is jelen van, ami azt gondolom, hogy arról beszél, hogy mennyire fontos itt legyenek, és mennyire tartsák ezt fontosnak, hogy jelen legyenek itt Szabadkán. És ami a mottója ennek a kiállításnak az az, hogy a kis és a középvállalatokat fejlesszük. Azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem az egész régiónak elsősorban a következő időszakban ez kell, hogy legyen a célkitűzés a stratégiára. A saját erőnkre kell támaszkodnunk, a saját kis és középvállalkozóinkra, hiszen csak így tudjuk saját közösségünket hosszú távon gazdaságilag megerősíteni és helyzetre hozni. Köszönöm szépen, Pallekot! Poštovani sportograd načelnik ispalio, ja ne znam da li bi trebalo pričati nešto, ali ono što je posebno zadovoljstvo jeste da se zahvalio ministarki i njenom kabinetu, njenim saradnicima koji su odezvali danas ovom pozivu, da se zahvalim gradonačelniku koji je od početka pomagao ovu aktivnost i moja obaveza je da se zahvalim i predsjednik Komore Crne Gore koji je prepoznao ovaj moment odmah kad smo počeli razgovor i koji je prihvatio da danas bude Komora ili Crna Gora bude partner ovom sajmu. Miután a polgármester úr megdicsért bennünket, nem tudom, van-e értelme bármit is mondani. Minden esetre én szeretnék köszönetet mondani a miniszterasszonynak, hogy eleget tette a meghívásnak. Köszönöm a polgármester úrnak azt, hogy támogatott bennünket a vásár előkészületeiben, és természetesen szeretnék köszönetet mondani a montenegrói gazdasági kamara elnökének, aki lehetővé tette azt, hogy a vásár partnerországa Montenegro legyen. Zahvaljujem se izvršnom vijeću ili vladi Vojvodine i odavde danas šaljemo jednu ozbiljnu poruku koju Srbija mora da prihvati, da kad se hoće i kad se zna, onda se i može. A tartományi vezetőség nevében szeretnénk egy üzenetet továbbítani Szerbia felé, hogyha akarunk, akkor mindent elérhetünk. Kohod hoće dobro i koji može da pomogne, nek se uključi u ove aktivnosti i onda će sigurno biti lakše da se prevaziđu problemi. Mindenki, aki tud segíteni, kapcsolódjon be a tevékenységbe, hiszen ha összefogunk, akkor sokkal könnyebben igazítanak a gondokat, nehézségeket. Mi to imamo pravo da kažemo, jer je ovaj region prošle godine imao prometa sa inostranstvom preko 1.500.000.000 dolara, a preko 76% tog prometa je sa zemljama Evropske unije sa kojima imamo suficit i na takvom nivou, na takvom trendu forsiramo da to bude i u daljem ostatku Srbije. Ennek a térségnek másfél milliárd dolláros forgalma van, kivitele, és ennek 76%-a az Európai Unió tagországaiba irányul, amelyekkel egyébként külkereskedelmi többletünk van. Zadovoljstvo mi je da vas srdačno pozdravim i da izrazim zadovoljstvo što je Crna Gora partner na međunarodnom i regionalnom sajmu privrede Subotica 2014. A Privredna komora Crne Gore je nosilac tog projekta i organizator nastupa crnogorske kompanije. Nagy örömömre szolgál, hogy az idei nemzetközi és regionális gazdasági vásárra partnerországa Montenegro, és hogy ennek a projektnek a hordozója a Montenegrói Gazdasági Kamara. Biti zemlje partner je svakako čas, ali i odgovornost, koja podrazumijeva cjelovitu promociju i najznačajniju kolektivnu izložbu na sajmu koja treba biti u žiži i interesovanju svih poslovnih posjetilaca, ali i šire javnosti.
Partnerországnak lenni nagy megtiszteltetés, de egyúttal felelősség is, hiszen lehetővé kell tennünk azt, hogy mindenki lehetőleg minél teljesebben megismerje az ország gazdaságát, lehetőségeit, potenciáliát. Namjera nam je da predstavimo crnogorske kompanije sa njihovim proizvodima i uslugama, kako one koje su već afirmisali i pozicionirani na našem tržištu inostrano, tako i one koje tek osvajaju nova tržišta. Szeretnénk bemutatni azokat a montenegrói vállalatokat, cégeket, amelyek már bizonyítottak a hazai és a külföldi piacokon egyaránt, ugyanakkor szeretnénk lehetővé tenni a bemutatkozást a feltörekvő montenegrói vállalatoknak, vállalkozóknak is. Pokrajinska vlada i naš sekretarijat jeste pokrovitelj svih regionalnih sajmova koji se održavaju na teritoriji Alpe Vojvodine, tako pored Subotičkog sajma podržavamo sajam u Somboru, Pančevu, Mitrovici i Zrenjaninu. A tartományi gazdasági titkárság, illetve a kormány a Szabadkai mellett több vajdasági vásári rendezvényt is támogat. Ezek a Zombori, a Pancsolai, illetve a Nagybecskereki. To činimo iz jako jednostavnog razloga, pošto mislimo, smatramo da ove manifestacije jesu značajne. Ennek a támogatásnak nagyon egyszerű a magyarázata, úgy vélik, hogy ezek a gazdasági rendezvények rendkívül fontosak. Svoj značaj, značaj ovih manifestacija možemo da utvrdimo, odnosno da kažemo da ovo je prva prilika svih malih i srednjih preduzeća, svih preduzetnika i zanatlija sa teritorije AP Vojvodine iz pojedinih regiona da se dokažu, da se pokažu, da predstavljaju svoje proizvode, da sklapaju partnerstva sa inostranim firmama i eventualno da izađu na inostrana tržišta. Ezeknek a vásári rendezvényeknek a jelentősége abban rejlik, hogy végre a térség vállalkozóik is és közepes vállalatai lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, lehetőséget kaptak a közvetlen kapcsolatteremtésre a hazai és külföldi vállalatok cégek képviselőivel. Iz tog razloga slobodno mogu reći da možete da računate na naš sekretarijat i na pokrajinsku vladu i u budućem periodu. Ezért nyugodtan mondhatom, kijelenthetem azt, hogy a jövőben is számíthatnak a tartományi kormány és a gazdasági titkárság támogatására. Dámy i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo da vas danas pozdravim u ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i u svoje ime na otvaranju 8. međunarodnog i regionalnog sajma privrede. Tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a Köztársasági Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium, illetve a magam nevében köszöntsem Önöket a 8. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár megnyitása alkalmáról. Ovaj skup je utoliko značajniji posle skorašnjih poplava i situacije u kojoj se borimo s njenim posledicama, a naročito s obzirom na ekonomsku i financijsku krizu s čijim se posledicama suočavamo evo već godinama. A vašem jelentősége annál is nagyobb, mivel tudjuk azt, hogy országunkat súlyos árvizek sújtották, emellett pedig már évek óta jelen van életünkben a gazdasági és a pénzügyi válság. Kríza, sa kojom se bore i najmoćnije i ekonomski najrazvijenije zemlje, pokazala je značaj povezivanja i saradnje, a ovaj sajam samo potvrđuje želju nas, učesnika, da kroz saradnju, zajedničko planiranje, ulaganje i povezivanje nađemo rešenja za dobrobit svih. A válság nem csak bennünket, hanem a legfejlettebb országokat is sújtja. Épp ezért fontos a válság, hogy megmutassuk, hogy mire vagyunk képesek, hogy lehetővé tegyük a kapcsolatteremtést, a gazdaság erősítését. Ekonomska kriza najviše pogodila industriju, građevinarstvo, trgovinu na malo, a poljoprivreda je naročito pretrpela zbog poplava.
a gazdasági válság elsősorban az ipart, az építőipart és a kiskereskedelmet sújtotta, az árvizek pedig rendkívül károkat okoztak a mezőgazdaságnak. Ali, pokázalo se da nismo sami. Pokázalo se da imamo prijatelje i u neposrednom okruženju, ali i van granica regiona. Az árvíz és a tragédia azonban megmutatta azt, hogy nem vagyunk egyedül, és vannak barátaink nem csak a közelben, a térségben, hanem távolabbi országokban is. Zato, hajde da sarađujemo, hajde da se dogovaramo, hajde da svakom regionu pružimo šansu, jer sam uverena da samo tako možemo dalje u napredak i razvoj. Ezért mindenkit arra kérek, hogy fogjunk össze, dolgozzunk együtt, munkálkodjunk azért, hogy előre haladhassunk. Moramo da sagadamo stvari iz opštije ugla, da više ne vidimo samo stablo, već celu šumu. Meg kell tanulnunk azt, hogy ne csak egy-egy fát, egy-egy fatörzset szemléljünk, hanem lássuk az egész erdőt. Zahvaljujem se Crnoj Gori na ukazanom poverenju pri organizaciji ovog sajma. Köszönetet szeretnék mondani Montenegrónak azért a bizalomért, amelyen részt vett a vásár előkészítésében, megszervezésében. Crna Gora je bez sumnje jedan od najznačajnijih poljoprivrednih partnera Srbije. Montenegró kétség kívül Szerbia egyik legjelentősebb, legfontosabb mezőgazdasági partnerországa. To pokazuje visok nivo razvede poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali i uspešna institucionalna saradnja iskazana kroz međuvladine i administrativne sporazume između naših zemalja. Ez nem csak a mezőgazdasági termékek, illetve az élelmiszerek forgalmában mutatkozik meg, hanem az intézményes együttműködésben is a különböző államközi szervezetek, szervek közös munkáján keresztül is. Crna Gora već godinama spada u jednog od tri najznačajnija partnera Srbije kada je reč o izvozu poljoprivrednih proizvoda. Montenegro Szerbia számára évek óta mindig legalább az első három legfontosabb partner között volt található, ha a mezőgazdasági termékek kételéről volt. Eto primera dobre i uspešne saradnje koju ćemo, nadam se, u narednom periodu unapređivati i negovati. Imen az együttműködés jó példája, amelyet remélem, hogy az elkövetkező években tovább fogunk ápolni. Pre nego što ovaj skup izvanično otvorim, želim da u ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine se najiskrenije i najdublje zahvalim svim državama, organizacijama i pojedincima koji su svim područjima u Srbiji pogođenim poplavama uputili nesebičnu pomoć, ali želim da se zahvalim i na saosećanju u ovim teškim trenucima. Uverena sam u to da će trud koji danas ulažemo kroz povezivanje i privrednu saradnju svima nama doneti boljitak i da će biti odlična investicija za budućnost nas i naše dece. A mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium nevében a legőszintébben szeretnék köszönetet mondani mindazoknak az országoknak, szervezeteknek, vállalatoknak, amelyek segítséget nyújtottak az árvíztárok túlhaladásában, ugyanakkor pedig meggyőződésem, hogy ezek a kapcsolatok a jövőben a gazdasági téren is tovább fognak erősödni. Hvala vam na pažnji, proglašavam 8. međunarodni i regionalni sajam privrede otvoren. Köszönöm a figyelmüket, és ezen a 8. nemzetközi és regionális gazdasági válság megnyitottnak nyilvánítom. Thank you.
Vraćamo.